Június 15-én új vezetőket neveztek ki az EGRI törvényszéken. A feladatokról és kihívásokról beszélgetünk a folytatásban. Vendégeink dr. Sallai Tamás, az EGRI törvényszék új elnöke, valamint dr. Kántor István Zoltán, a büntető kollégium vezetője. Jó estét kívánok! Köszönöm. Akkor először is gratulálnék a kinevezésekhez, illetve egy kicsit kérem mutassák be eddigi tevékenységüket. Ha megengedik, akkor én kezdem. 2000 óta dolgozom Egerben a bíróságon, az egyetem után rögtön ide kerültem. Egy rövid gyöngyösi kitérő után egy évig voltam a gyöngyösi városi bíróságon polgári szakos bíró, ismét Egerben folytattam a pályámat, majd 2015 óta az EGRI járásbíróság elnökeként tevékenykedtem, és tavaly november óta először megbízatással láttam el az EGRI törvényszék vezetői feladatait, majd ez év június 15-e óta én vagyok az EGRI törvényszék elnöke. Köszönjük szépen! Kántor István Zoltán. Én 2002-ben végeztem a jogi karon, Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi és államtudományi karán. Ezt követően az EGRI, akkor még ugye városi EGRI városi bíróságra kerültem. Bírósági fogalmazói tevékenységemet itt kezdtem el. Aztán 2011-ben kaptam bírói kinevezést. A Füzesabonyi járásbíróságon dolgoztam büntetőügyszakban. Sikeres pályázatot követően 2019-től, ott is február 1, ez úgy látszik egy nevezetes nap az én életemben, másodfokú tanácsban nyertem beosztást az EGRI törvényszéken, szintén büntetőügyszakban dolgozom, és ez évben sikeres pályázatot követően az EGRI törvényszék büntető kollégium vezetője lettem július 1 napjával. Engedjék már meg, egy picit tisztázzuk ezeket a fogalmakat, mert beszélünk itt törvényszékről, beszélünk büntető kollégiumról, mert fura is ez így együtt a büntető és a kollégium, de mi áll emögött, mi a tartalma emögött, hogyan történik a munkamegosztás a törvényszéken, kihez mi tartozik? Ha nagyon egyszerűen összefoglalnám, egy bíróság elnöke, egy törvényszék elnöke és elnökhelyettese igazgatási, szervezési, munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő épületüzemeltetési, költségvetési kérdésekkel foglalkozik elsődlegesen. A bírák szakmai munkájának irányítása a kollégiumok feladata, egy adott ügyszakban beosztott bírák közösségét hívjuk kollégiumnak, tehát nem egy épületre kell itt ebben az esetben gondolni, a büntető ügyszakos bírák, akik a törvényszéken ítélkeznek, illetve bizonyos személyi körben a járásbírósági bírák egy része képezik például a büntető kollégiumot, a büntető kollégium tagjai választási eljárást követően megválasztják az elnököt, aki kollégium vezetőként gyakorlatilag irányítja a kollégium munkáját, szervezi a szakmai munkát, a joggyakorlatot figyelemmel kíséri. Alapvetően az a különbség a kollégium vezető és az elnök között. Az elnöknek is vannak szakmai feladatai, de elsődlegesen igazgatási, szervezési képviseletet lát el. És mennyire megszokott az, hogy ez a két vezetői pozíció egyszerre cserélődik, egyszerre hirdetik meg ezeket? Ez teljesen független, egy véletlen alakult így. Esetünkben azt gondolom, hogy egy véletlen volt, hogy ez így alakult. Az én pályázatom kiírása, vagy a kollégiumvezető pályázat kiírására igazából azért került sor, mert a törvényszék előző kollégiumvezetője másik álláshelyre pályázott, ahol sikeres volt, ezért ő el is került az EGRI törvényszékről, tehát ezért volt szükséges új kollégiumvezető választása. Ugye az elnök úré pedig az elnöki ciklus leteltét követően ezért került új elnöki hely kiírásra és pályázat kiírására. Annyit mindenképpen hozzá kell tennem, hogy mindkettőnkről az EGRI törvényszék közbírói értekezletének a vélemény nyilvánító szavazása után a kinevezésünkről az Országos Bírósági Hivatal elnöke dönt. Figyelemmel a járványügyi helyzetre jogszabályi tilalom volt közbírói értekezletek összehívására az egészen gyakorlatilag nyár elejéig érvényesült. Erre figyelemmel, ha fogalmazhatok, így összecsúsztak a pályázatok, és ennek is köszönhető az, hogy egyszerre, mint egy jégkorong nyelven szólva sorcserével történt most az EGRI törvényszék vezetésében az a változás, de egyéb iránt a törvény szabályozza azt, hogy 6 évre szól egy bírósági vezetői megbízatás, és ennek a lejártát követően kerültünk mindketten ebbe a pozícióba. Elnökként egyébként milyen új kihívások elé néz? 2021-ben úgy gondolom, hogy nem lehet megkerülni azt a kihívást, amely az egész tavalyi évünket is végig kísérte. Ez a koronavírus járvánnyal összefüggő igazgatási és szervezési kérdések. Egész konkrétan az, hogy a járványügyi helyzetben biztosítsuk a bíróság működőképességét. Ez, ha fogalmazhatok így, az adott járványügyi hullámok függvényében egy komoly szervezési munkát igényel. Az volt a célunk tavaly ősztől kezdődően végig, hogy egyszerre
túl sok munkatársunk ne kerülhessen betegállományba. Próbáljuk ezt megelőzni. Home office lehetőséget biztosítottunk ebben a körben. Próbáltuk azokat a járványügyi előírásokat fokozottan betartani, amiket egyébként mindenütt meg kellett tenni. Lázmérést alkalmaztunk akkor, amikor bejött valaki a bírósági épületbe, fertőtlenítést. Rendszeresek voltak a tárgyalótermi fertőtlenítések, illetve védőplexi falakat is kialakítottunk. Nyilvánvaló, hogy az igazságszolgáltatásnak működnie kell, bizonyos törvényi határidőket be kell tartani. Nem lehet minden esetben elkerülni azt, hogy az ügyfelek személyes jelenléte ne történjen meg a bíróságon, de a lehetőségekhez képest biztosítani kell azt, hogy ez védett környezetben történjen meg, és kerüljük a fertőzés kockázatát. Úgy gondolom, hogy most, és sajnos egy kicsit, ha félek az őszre nézve, elképzelhető, hogy ősszel és talán még a jövő évben is ez képezi a legfontosabb igazgatási feladataimat. Hogyha a bírói testület szakmai munkájáról beszélünk, a kicsit jövőbe tekintve, milyen elképzelésekkel kezdte el a vezetői tevékenységét és célokkal? Csatlakozva az elnök úr által elmondottakhoz, ugye nyilván a pandémia büntető ügyszakot sem hagyta érintetlenül, tehát itt arra gondolok elsősorban szakmai oldalról, hogy szükségszerűen előállt egy pertartom elhúzódás, tehát hosszabb ideig tartanak bizonyos ügyek, fakadóan abból, hogy ugye megjelenési nehézségek voltak, terhelti oldalon tanúk, védők, hiszen ugye ők is emberek, mint hogy a bírák is. Éppen ezért az egyik legfontosabb célkitűzésem, és ez a pályázatomban is megjelent, az időszerű ítélkezés és a szakmai színvonalnak az emelése, még akkor is, hogyha, ahogy arra elnök úr szintén utalt, esetlegesen a járványhelyzet újabb erősödésével kell számolnunk. Ehhez a bíróságokon a technikai feltételek azt gondolom, hogy adottak. Gondolok itt a távmeghallgató rendszerben rejlő előnyökre, amik ugye nem ismerik a határokat szerencsére, hiszen attól, hogy valaki külföldön van, nincs akadály annak, hogy bekapcsolódjon ezen a rendszeren keresztül az eljárási cselekménybe, a tárgyalásnak részese legyen. Tehát önmagában egy külföldi tartózkodás például, függetlenül, hogy nem tud beutazni vagy hazautazni Magyarországra, tudjuk folytatni az eljárási cselekményeket. Ez is a célkitűzéseim között szerepel, hogy eddig is nagyon szép számban használták a bíráink. Erre büszke lehet az EGRI törvényszék, mert nagyon széles körben elfogadottá vált a bírák között, de még inkább az ebben rejlő előnyöket szeretnénk kiaknázni, hogyha szabad így fogalmazni. És ha már említett a távmeghallgatást, voltak esetleg ennek nehézségei? Technikai nehézségei természetesen voltak, hiszen egy rendszer, ami technika, az, ha úgy szoktuk mondani, ami elromolhat, az el is romolhat, de azt kell mondjam, hogy egy nagyon megbízható rendszerről beszélünk, és ez nagyon-nagyon kevés esetben fordult elő. Igazából csak az előnyeiről tudok beszámolni ennek a rendszernek. Azt tessenek elgondolni, amire már utaltam, hogy egy zárt rendszerbe külföldről egy linken keresztül becsatlakozva meg tudjuk úgy oldani a jelenlétet, a fizikai jelenlét nyilván nincs a tárgyalóteremben, de ezen a rendszeren keresztül ott van az illető, és minden úgy történik, mintha személyesen a tárgyalóteremben, mint ahogy most önnel beszélgetek, csak ott ugye a monitoron és kép hang egyidejű jelenlétével, természetesen a szükséges személyazonosítások elvégzését követően, de ugyanúgy tudunk beszélgetni, ugyanúgy tudjuk folytatni az eljárás esemény, mint hogy most mi itt egymással beszélgetünk. Említette, hogy szeretnék felpörgetni a törvénykezési folyamatot, ugyanis elmaradások lehetnek itt a koronavírus járvány okozta nehézségek miatt. Ugyanakkor lesz egy törvénykezési szünet, egy nyári szünet. Ez mit jelent egyébként a törvénykezési szünet? Ugyanakkor leáll az élet, teljesen kiürül az épület, sehol senki, mindenki tengerparton, vízparton, hűsöl, vagy hogyan képzeljük el ezt a törvénykezési szünetet? Nagyon ideális lenne, sokan iskolai szünethez próbálják hasonlítani a törvénykezési szünetet, de nem azonos az oktatásban elrendelt iskolai szünettel. Július 15 és augusztus 20-a között van minden évben az a törvénykezési szünet, amely alatt a polgári peres eljárásokban a főszabály szerint az eljárási határidők nem ketyegnek, ha fogalmazhatok így, tehát senkinek nem róható a terhére, hogyha ebben az időszakban nem tud ügyvédet fogadni, hogyha kapott egy bírósági felhívást, vagy nem tudja felvenni a kapcsolatot a képviselőjével, lehetősége van arra, hogy augusztus 20-a után is előterjeszte ezeket a beadványait.
Alapvetően a soron kívüli ügyek és bizonyos soron kívüli eljárási cselekmények, amelyek nem tűrnek halasztást, ezek továbbra is zajlanak. A bíróságon ügyeleti rendszerben szervezzük meg ilyenkor a munkát, tehát minden járásbíróságon és a törvényszéken is vannak ügyeletes bírók, akik dolgoznak, olyan tisztviselők, jegyzőkönyvvezetők, akik a soron kívüli ügyekben el tudnak járni. De főszabály szerint tárgyalások nincsenek, és büntető ügyekben is csak szűkebb körben jár el ilyen esetben a bíróság. Az ügyfelfogadás nem szünetel, tehát a kezelőirodákban, az ügyfélközpontban el tudnak járni, az ügyfelek iratokba be tudnak tekinteni, az ügyfélsegítő nap is működik. Csupán az a röviden a lényege a rendelkezésnek, hogy a bírósági dolgozók a szabadságuk jelentős részét ekkor kötelesek kivenni, és ez igazodik ahhoz, hogy általában az állampolgárok is a szabadságukat ekkor veszik ki, ezért ilyenkor ha fogalmazhatok így, csökkentett üzemmódban működik a bíróság, de ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznánk. Köszönjük szépen. Munkájukhoz nagyon sok sikert kívánunk, és köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönjük.